a műsort a szünet előtt, a reklám blokk előtt, ugye abban maradtunk, hogy arról beszélgetünk majd, hogy készült egy friss kutatás, az Ávec kutatása, amely szerint egyébként az ellenzéki előválasztás egy picit kibillentette a szokásos támogatottságokat a két politikai tömb esetében, mert hogy az ellenzék közös listáját 39% támogatta októberben, a kormánypártokat pedig 35%, ez október 11 és 19 között vették fel egyébként az adatokat, tehát 4% ez a különbség. Ugye ezt kiemelték többen, hogy ilyen nagy, vagy ilyen nagy különbség nem nagyon volt, eddig legalábbis. Ezt hogy látjátok? Vagy ez is a normális mozgások közé tartozik, és tényleg csak az előválasztás billentette ki ezt a szokásos trendet. És a másik pedig a DK megerősödés. Ugye a biztos pártválasztóknál Fidesz 47, hát ezen nem lepődünk. A második helyen DK viszont 19, Jobbik 14%-kal. Tehát a DK tényleg úgy tűnik, hogy megerősödött. Ez a két legfontosabb megállapítása ennek a kutatásnak. És akkor visszatérve a kérdésre Márki-Zay Péterhez, ugye abban maradtunk, vagy arról beszélgettünk, hogy hát valahogy együtt kell majd működnie itt, és azért nem felhőtlen a viszony, szerintem ezt mondhatjuk a DK és Márki-Zay Péter között. Viszont, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a DK és a Jobbik eddig is együttműködött, ha mondjuk ezt összeadjuk a 2%-ot, akkor ott 33% van, tehát elég jelentős. Szóval hogy látjátok, lesz ebből megegyezés, és mit gondoltok ezekről a tendenciákról? Dóri? Miért adjuk össze? Ne adjuk össze. Ezek nem összeadhatók, és Márki-Zaynak a megerősödése és az ellenzéki miniszterelnök jelölti választáson való győzelme az azt mutatja, hogy van egy olyan erő mögötte, amelyik nem akarja ezeket a NER-en belül pacifikált ellenzéki pártokat látni Orbán Viktorral szemben. Ez adja az ő erejét. Nekem de mit ez tud tenni már, hogy együtt kell működni? Hát valahogy meg kell próbálnia, ami az ő alkalmasságát fogja mutatni, tehát hogy ez egy próbája az ő miniszterelnök jelölti működésének, hogy képes lesz-e tárgyalni ezekkel a pártokkal, ha tetszik kupeckedni, amire azt mondta Cegó Gyere, a Márki Zaj nem annyira alkalmas. Meglátjuk, hogy ez fog-e neki menni, ha nem fog menni neki, az jó, ha kiderül, mert akkor a esetleges kormányra kerülésénél se fog menni. Az, amit ellenben a kutyapárttal művel, az nem annyira okos, és szerintem nem figyeli a folyamatokat, amik 2010 előtt az ilyen típusú pártok el, hogy miről van szó pontosan, mert nem biztos, hogy a nézők is tudják. Ugye arról volt szó, hogy Márki-Zay Péter megkérte a kutyapárt elnökét, ugye, hogy ne induljanak el önállóan, ezt egyébként itt a Hit Rádióban mondta el Kovács Gergely, és azt is, hogy Márki-Zay Péter azt ígérte, hogy cserébe igyekszik elintézni a pártoknál, a szövetséges pártoknál, hogy egybefutó listás helyet adjanak a kutyapártnak. Ha már kupeckedésnél járunk, akkor ez nem most volt mi? Egy helyes lépés, mert hogy látnia kell Márki-Zay Péternek és sokaknak, akik egyébként a Facebookon ilyen hadseregként osztják az észt, hogy aki a kutyapártra szavaz, az a Fideszt erősíti. Ez nem így van. Tehát 2010 előtt lehet látni, vagy 2010 után lehet látni olyan mozgásokat, olyan pártokat, olyan alakulatokat, ilyen volt egyébként a Schiffer-féle LMP is, amelyik egy olyan menekülő utat jelentett azoknak a szavazóknak, akik nem voltak hajlandóak az establishment ellenzéki pártjaira szavazni, viszont borzasztóan elegük volt Orbán Viktorból, hogy ezeknek egy tök jó helyzet volt, hogy be tudtak húzni ezekre a pártokra. A kutyapárt egy ilyen képződmény, a kutyapárt nem fog elvenni az ellenzéki összefogástól és szavazatokat. És mi van, hogyha valaki azt mondja, hogy ő ezzel a Fideszre szavaz? Mi köze ehhez annak az 50 ezer DK-s Horthy néninek és a Pozsonyi útnak? Mi köze? Ebben egy demokráciát akarnak helyreállítani, a demokrácia pedig az, hogy nincsen kényszer. Ezt az erkölcsi megintést pedig, tök mindegy, hogy miről van szó, milyen téma, én tudom az igazságot, mert itt van a mellén zsebemben, meg az otthonkám zsebében valahol a nem tudom, sütőpapír aktuális bibú idézet között, és el tudom mondani egy másik embernek, hogyan kell szavaznia. Nem tudod, nincs között hozzá. Takarodjál ki a komment folyamomból, a izéből, mindenemből, nincs hozzá között. Egyébként a hihetetlen kommunikációs hiba szerintem, amit most így a kutyapárttal szemben a Márki-Zay megengedett magának.
Elsődlegesen egyébként azért, mert a Márki-Zay image pont az, hogy ezeket a füstös szobákat felejtsük el, a kiárom, megmondom, elintézem a haveroknál mutyikat, felejtsük el. Ez és akkor ezzel jön oda a Kutyapárthoz, egy, nem tudom, egy fauszti alkut kínál tulajdonképpen Mephisztóként a Kovács Gergőnek. Az a fauszti alku az, hogy a Kutyapárt kutya kötelessége visszalépni, és akkor majd kapnak egy. Lehet, hogy kapnak egy képviselői helyet. Ez, hogy mondjam, azt az imidzset rombolja le, amit ő kialakított magáról, valamint igen, azt az imidzset rombolja le szerintem, hogy ő kívül áll ezen az egész történeten, kívül áll az ellenzéken, és mármint ezen ugye leváltja az ellenzéket, és valóban egy olyan erőt fog meg, ami most először pont ebbe a gebbe, amiben a Márki-Zay is földobódott, lehet, hogy fontosságot kap, olyan szinten szerintem fontos a Kutyapárt eddig is, mint egyfajta görbetükör és a társadalom politikai lelkiismerete, és baromi fontos, amit csinálnak, de hogy ennél egy szinttel feljebb léphetnek. És ettől mindenki, nem utolsó sorban Márki-Zay Péter, aki valamilyen szinten konkurensük ebben a témában, meg van hökkenve, meg van ijedve, és megpróbálják a saját szintjükre tulajdonképpen lehúzni, és hát össze-Márki-Zayozni a Kutyapártot. De ezzel jót is csináltak velük szerintem, mert most újra visszatudni. Nem kell, bele sem megyünk ebbe az utcába, hogy kikitölve, szabad emberekként el tudom dönteni, pontosan látom. Érdekes egyébként, hogy a Závetsz kutatás megint 1%-ot mért a Kutyapártnak, amit én egyszerűen nem tudok. Egy picit akkor menjünk-e szerintem ezen a vonalon tovább, nekem három nagyon rövid megjegyzésem van, egy. Ugye, hogy az döntsük már el, hogy elhisszük-e a kutatásokat, vagy nem. Hogy különböztetünk-e intézetek között, vagy nem. Én rendben vagyok azzal, azt mondjuk, hogy mostantól a Závetszet elhisszük, de akkor higgyük el tegnap is, meg higgyük el holnap is. Ez így nem megy, hogy most hú, most azt mért, hogy megelőzzük a Fideszt, akkor most jó a Závetsz, de most vagyunk egy olyan előválasztás után, ahol az összes vonatkozó kutatás ment a szemétbe. Ne hülyéskedjünk már. Kettő. Nem csak, hogy a Kutyapárt 1%-a érdekes ebben a kutatásban. Azt mérték, hogy a Momentum 4, a Párbeszéd 3%-on áll. Mi az oka annak, hogy a Párbeszéd most így kilőtt? Hogy éppen le fogja hajrázni a Momentumot. Mit csinált ez a Párbeszéd nevű párt mostanában, azon kívül, hogy lehet, hogy ő fizette a kutatást. Závetsz kutatás? Igen. Tehát azon kívül, hogy lehet, hogy ő fizette a kutatást. Ezt változatlanul Závetsz Tiborról egyáltalán nem feltételezem, de hogy aki ezt a kutatást csinálta, hogy az alhangon lázas volt, és hogy egyetlen egy ember, akit hatósági karanténba kéne rakni ebben az országban, ahelyett, hogy az országot raknánk abba, az, aki ezt a kutatást csinálta. És a harmadik megjegyzésem 3% Párbeszéd. Hát nem vicce, három ember. És a harmadik megjegyzésem ehhez, hogy volt hétvégén ugye egy ilyen tüntetésverseny. Tüntetett a békemenet, sokan voltak. Tüntetett az ellenzék, az összefogott ellenzék Márki-Zay Péterrel, nagyon kevesen voltak. És tüntetett a Kutyapárt kb. Annyian, mint az összefogott ellenzék. Iszonyatos tempóvétés. Most oda kínálni egy ilyet, hogy mi vagyunk a nagy ellenzék, és akkor ti kaptok egy helyet, ha bejöttök ide hozzám. Ugye Márki-Zay Péter a jelek szerint nem érti meg, akkor hogy miért csinálta azért, mert barom. Nem érti meg, hogy az András rövid verziója ez, a hosszabb az, hogy nem érti meg, hogy milyen konstelláció az, ami belőle miniszterelnök jelöltet csinált. Elkövetett egy hibát azzal, hogy elment egy teljesen hagyományos összefogósdi beszédet megtartani ugyanazokkal, akiket elméletileg legyőzött és leváltott, és utána pedig elkezdett ugyanúgy viselkedni, mint azok a nyomorultak, akik egyébként velünk üvöltenek évek óta, hogy hogyan kell helyesen összefogni. Egyetlen dolgot hadd mondjak erről, azt, hogy ez hogy zajlik. Ki volt az, akivel szemben ugyanígy járt el a sajtó, meg ezek az összes ilyen megmondó emberek, mint ahogy most Márki-Zay Péter, és Márki-Zay értekében a sajtó, melyik egyébként negligálja a kutyapárti tüntetést, azt mondja, hogy rendben van ez az attitűd, pont Márki-Zay Péterrel. Amikor éppen Karácsony Gergelyről hitték azt, mert egyébként nem értenek ahhoz, amiről írnak, analfabéták, el kéne menniük valamit lencsét válogatni, meg körülbelül ennyi az tudásuk a világról, azok most ugyanebben a gőgösségben Márki-Zay oldaláról, amilyen gőgösek Karácsony oldaláról voltak Márki-Zay Péterrel szemben. Erről van szó, hogy a magyarán szólva 2022 Márki-Zay Péter a Kutyapárt. De ez a lényeg, mondom, hogy ők mind a ketten abban a gebben vannak, az elutasítottak között, ugye most a Márki-Zay Péter bevetté vált. Amúgy egyébként én a közvélemény kutatásokkal úgy vagyok, hogy azok mindig önmagukra nézve relevánsak, tehát baromi érdekes történeti, vagy akár jelenkor történeti, vagy pillanatnyi történeti dolog az, hogy mit mond egy közvélemény kutatás, nem a fakt miatt, amit állít, hanem azért, hogy vajon miért állítja és hogyan. Tehát ebből sok mindent le lehet vonni. Engedjétek meg, hogy tovább menjünk egy tök más témával. Ugye a nézők tudják, hogy csütörtök délelőttönként szoktuk felvenni ezt a műsort, és most ért